Tárogató szólt kezdésként a Nyugdíjasok Egyesületének ünnepségén a Pécsi ANK színház termében. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Szépkorúak Érdekvédelmi Közössége. Ez az elmúlt 35 év ez színes volt és érdekes volt. Foglalkoztunk érdekképviseletekkel, programszervezéssel, és tulajdonképpen közösséget építettünk. Tehát igazából ez a korosztály még az, aki ahhoz szokott, hogy élő kapcsolatok, élő közösségek azok, amiben járnak, és itt érzik jól magukat. Az Egyesületnek van 45 tematikus klubja, ahol az Egyesület tagjai érdeklődési köröknek megfelelően tudnak részt venni a foglalkozásokon. De emellett érdekképviseletet is ellátnak, ami most kiemelt feladatuk, mondja az elnök. A nyugdíjrendszert elvileg át kellene tekinteni, ez egy EU-s vállalás a Magyarországnak, és ezen kívül foglalkozunk a nyugdíjasoknak a korszerűbb témáknak a feldolgozásával, tehát informatikai képzéssel foglalkozunk. Changers 2.0 program keretében, amiben 6 ország vesz részt, avval foglalkozunk az energia hatékonysággal és a környezetvédelemmel, tehát erre tematikus oktató programunk van. Ez egy 3 éves program, és most lesz egy Cool Seniors programunk, ez a modern nyugdíjasok programunk, ahol szintén a kornak megfelelő témákat fogunk feldolgozni. A rendszerváltás környékén egy nehéz időszakban alakult meg a Baranyai Nyugdíjasok Egyesülete, mondta köszöntőjében a vármegyei önkormányzat elnöke. Hiszen abban azokban az években kezdődtek a bányabezárások, a baranyai ipar jelentős része a 90-es évek elején omlott össze, szűnt meg, váltak sokan munkanélkülivé. Na, ezekben az években az akkori nyugdíjasok úgy érezték, hogy abból tudnak erőt meríteni, hogy összekapaszkodnak, hogy egy közösséget alkotnak. Hát immár ennek 35 esztendeje, ma már Baranya egy derűsebb arcát mutatja, de a Nyugdíjasok Egyesületének erős és összetartó közösség ebben a 3,5 évtizedben is mindvégig megmaradt, erős maradt, és mi pedig azért jöttünk ma ide, hogy Baranya vármegye nagy közössége nevében, és a fiatalabb generáció nevében is köszönetet mondjunk azoknak az idős polgártársainknak, szüleink, nagyszüleink korosztályának, akik egész életük munkájával építették Baranyát, építették Pécset. Nekik köszönhető, hogy egy olyan gyönyörű, csodálatos városban élhetünk, mint Pécs. Hála és köszönet nekik, mondta Őri László. A Pécsi Székhelyi Nyugdíjasok Egyesület 1200 tagja van. Jelenleg a Baranyai Vármegyeszékhelye mintegy 30 ezer nyugdíjas él. Az ő érdekképviseletük, programok, ismeretterjesztő események szervezése a számukra ezt a feladatot vállalta a 35 éves egyesület.